Na sziasztok, Nari vagyok, és ez egy újabb TechWorld-es epizód. Gyorsan bemutatom, hogy mi változott, utána mészkedünk tovább. Egy-két dolgot már berendeztem, meg hogy láthatjátok, kiszedtem a blackout körténszeket, ezeket a függönyöket, hogy jobban átlássátok, hogy hova mászkálok. Én egyébként megszoktam már azt is, de sokan írták, hogy zavaró lehet nekik. Úgyhogy legyen. Bár szerintem így nem éppen a legszebb az átjárás. Gyorsan levettem a hangot, hogy lehessen hallani az esőtől. Nos, itt van a kis hálószobám. Ide raktam a Tinker Constructors asztalokat, valamint csináltam egy ilyen portálgán tartót. A remote az itt van hozzá az asztalon. Az Ender-chest-et átosztam ide, de kivettem belőle a kardokat, és ide felraktam. Ebbe a fegyvertartóba, vagy eszköztartóba. Ebbe a könyvespolcba pedig a Tinker Constructors könyvek vannak, majd még gyűlni fognak, mert azt hiszem van még egy pár. Itt pedig egy bebuggolódott portál spawnert láttok. Hát, amikor ilyen megfelezve látjátok, akkor már nem lehet mit tenni, csak kiütitek, aztán majd valamikor újra rakjátok. Ugyanis nem lehet sehogy sem megmenteni, sajnos már. Hát majd csinálok én is egy újat hozzá. Valamikor így bebuggolódik. Itt pedig az enchanting rész van. Itt raktam a simát is, meg a auto enchantment table-t is. Az auto enchantment table-be lehet állítani, hogy meddig hanyas szintet szeretnénk enchantolni. Valamint van itt egy ilyen XP leszívó, ami ilyen folyadékot csinál, tehát rálak, akkor szívja az XP-t, de most tele van a tartály. Van egy a auto enchantment table alatt is, és itt beállítottam itt a vödör fülecskénél az auto drinket, és jobb gombbal elforgatva alulra beállítottam, hogy alulról szívja ki a folyadékot hozzá, ezt az XP folyadékot. Úgyhogy ennyi változott belül, még annyi, hogy megcsináltam a pincét, ami így néz ki. Ami nagyon érdekes benne, ez az üveg, ez a dark glass, ez arra jó, hogy nem ereszti át a fényt, egyik irányba se. És ez például megőrzi egyiket, ezt a benti ilyen pici homályt. Itt nálam ugyebár maximum brightness van, de inkább az alapbeállításon, ha látszik rendesen, ez a hatás. Tehát látjátok, itt bent ilyen jó kis sötét, ilyen pincés hangulat van, kint meg ahhoz képest eléggé világos van. Szerintem ez így nagyon jó pofa ilyen pinceablaknak. Sokat variáltam egyébként, hogy melyiket használjam, és hála az ének erre rátaláltam, az extra utilities adja hozzá. Hoppá. Oké. Okay. Jó. Mélyekhez átmegyünk. Nos. Mind a kettő végzett, már itt van az inventorimban a cucc, mert már egyszer elkezdtem felvenni, de nem sikerült a felvétel. A lényeg az, hogy a Pristine, ami ebben a apjariban volt, ebből már tiszta faj lett. Ezt onnan lehet tudni, hogy a drónjait is már lehet stackelni. Amit láthatjátok, a Ignoble Princessemnél még nem sikerült kikeresztezni a tiszta fajt, ezért még a drónjait se lehet stackelni. De egyébként, hogyha komolyabban észrevegyük, hogy még nem elég tiszta a faj, az úgy tudjuk, hogy berakjuk ebbe a Realizerbe, és lehet látni, hogy az aktív meg az inaktív az nem egyezik. Tudom, hogy common, de hogyha megnézitek itt a speed, a aktívnél slowest, inaktívnél slower, meg biztos még találunk még más különbségeket. A lényeg az, hogy még nem elég tiszta. Aha, itt a temperature tolerancia sem egyezik még. Jó. Szóval ez még nem elég tiszta. Úgy kell tisztába tenni, hogy addig pakolgatjuk újra meg újra egy-egy ilyen drónnal, amíg nem egyezik a tulajdonság. Hogyha nem csináljuk meg ezt, akkor későbbi keresztezéseknél mindenféle félremutálás történhet, vagy visszafejlődik, vagy olyan fajt kapunk, amit nem szeretnénk volna egyáltalán. Úgyhogy érdemes tisztát létrehozni. Ezt vissza is pakolom, és megpróbálok egy tisztát csinálni ebből a családból is. Jó. Na. Oké. A tisztával pedig tovább megyünk. Megnézzük, hogy mit tudunk belőle kihozni. Hoztam
honeycombokat is. Hát ez így gyors volt. Nem is hittem volna, hogy így is tud adni. Uff. Ugyanaz volt. Hú, de érdekes. Négyszer. Még ilyet nem is láttam. Úgy néz ki, erre már kereszteztem ki, vagy kerestem ki. Ha mindjárt meg is nézzük, akkor Bealizerbe, hogy mit találtunk ennél a fajnál. Visszakaptuk a honeycombokat. Egy az egybe. De jó pofa. Lehet, hogy pont azért, mert már egyszer átvizsgáltam. Na nézzük, mit tud. Aha. Kell hozzá egy forest drone, és akkor megkapjuk a következő fajta, diligentet. Egyébként azt mondták többen is, hogy teljesen mindegy, hogy a princesszel vagy a drónnal keverem. Tehát teljesen mindegy, melyik faj. Elvileg ki kell adja a keresztezést, de én a princeszből fogok csinálni. Így döntöttem vala. Na nézzük, keresjük forest drone. Kicsit zavaró, hogy egyik sem stackelődik, de itt van egy 27... 27 darabos stack. Ezek biztos, hogy már... Ez szerintem a teljesen alap drón akar lenni. Ugye meg is nézzük. Ah, ez a teljesen alap drón. Jó. Tia is ugye a commonnal keverve megkapjuk a cultivatedet. Azt is akarjuk elérni. Úgyhogy csapjuk is bele. Na, amint kész a keresztezés, folytatjuk a felvételt. Na, készen lett a keresztezés. Ami azt eredményezte, hogy szépen visszaalakította a kis kedves a commonunkat foresté, de hát nem esünk pánikba, csak nagyon kicsit. Szépen berakjuk, és az inaktív lett most a common, de semmi gond, mert annyit csinálunk, hogy egyszerűen újra keresztezzük ezt a Forest Princess-t egy common drónnal, mégpedig abból a fajtából, amit én beraktam, a tiszta drónokból rakunk be, és akkor hát, ha most már össze fog jönni, addig nézzük meg ezt a csapatot. Itt már kettő drón össze tekkelődött, úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy mi változott. Lehet, hogy most már ez is tiszta lett. Ha, még nem igazán. Inaktív. Jön, akinek keresztezni olyan drónnal, aminek a aktívja megegyezik a princesz aktívjával. Szerintem. Nézzük a többi drónt. Aha, ez lesz az. Na, ezzel keresztezzük össze. Elvileg már utána tiszta lesz ez is. Reméljük. Hoppá. Ezeket meg szépen vissza pokolgatom. Most nincs rájuk szükség egyelőre. Na, este van. Amint kész ez a keresztezés, és akkor újra jelentkezem. Újra itt vagyok. És amit láthatjátok, ismét nem sikerült a keresztezés. De hát nem hátrálunk meg a feladattól. Újra és újra megpróbáljuk. Egészen addig, amíg nem sikerül. Egyébként, ha a következőre sem sikerül, akkor megpróbáljuk beautomatizálni egy csővel. Azt hiszem, meg tudjuk oldani talán. Ha nem, akkor meg majd sírok. Na, kell nekünk egy forestry drone. És megpróbáljuk újra. Jó. A másik pedig szerintem már kezd jó úton haladni. Hoppá. Szépen leellenőrizzük. Ez még nem lett tiszta, a princeszünk. Talán már a drón az. Igen. Szépen. Hoppá. Aha. Ezeket még nem tudom. Hoppá. Ezek az előbb még stackelődtek. Ez nem lesz jó. Sem jó. Raktam én be a MR rendszerbe az előző drónokból. Azokat fogom visszarakni szerintem. Unknown Genome.
Megnézzük ezt, hogy esetleg ez az-e. Oké, és oké. Jobbá. Sem az. Unknown, unknown, unknown. Hoppá. Vagytok. Ez lesz az. Igen, ellenőrizzük is. Hoppá, megint az elsőbe. Ez sem az. Mindegy. Hát, a szerencsénk lesz. Visszadobom újra. Nem maradt abból a drónból, úgy néz ki, amiből szerettem volna keresztezni a drágát. Jó. Jó, most este van. Oké, akkor majd még visszatérünk. Na, újra itt, amit láthatjátok. Itt raktam még 4 darab a piarit, hogy gyorsabban keresztezzem ki. A helyzet az, hogy 3-szor, 6-szor kellett kereszteznem, mire végre sikerült a 6-ból 2 helyen is KTV-teret kikeresztezni. Hihetetlen amúgy, undorítóan ritka. Tehát konkrétan ráment. Hát ráment olyan egy óra. Egy egész órát végig kellett vágni. Miért sikerült kikeresztezni? Úgyhogy nézzük, mit tudunk kezdeni vele. Kíváncsi vagyok, hogy nem tudom, hogy ezt néztem-e már ebbe a gépbe, mielőtt még KTV-tett princess lett volna. Kíváncsi vagyok, hogy így is ad nekünk új lehetőséget. Oké. Hoppá. Nem. Úgy néz ki, hogy mindenképpen teljesen egyedi princesszel kell kikeresztezni. Vagy kikeresztezni, kipróbálni ezt a gépet. Ó, már 2-vel több lehetőség van. Ezt is párosztatjuk. Hát ez így könnyű lesz. Áha! Na nézzük. Common és Cultivated. Így kapunk egy Noble-t. Ez már, igen, ez már valami. Jó van. Ezt megtanuljuk. De azt hozzátenném, hogy még nem egyből kezdek neki keresztezni, hanem még először megpróbálok egy tiszta fajt kikeverni belőle. Nem csak azért, mert úgy tényleg könnyebb, hanem azért is, mert hogy generáljak le egy pár darab drónt, hogyha visszaalakul, amit hogy láthattátok, hogy egy párszor oda visszaalakultak a méhek, hogy ilyen esetben még egy drónnal visszatesékeljük a helyes irányba a méhünket. Jó? Tanuljuk meg. A Noble azt szerintem kelleni fog nekünk. Na végre. Oké. Ehhez Diligent kell, Univéri. Akkor a Imperiához kell? Imperial. Igen, az Imperiához már például a Noble Princess kell. Úgyhogy megvan a következő célunk ezután. Kikeresztezzünk majd egy Noble-t is. Nagyon olyan csak összedobok. Tehát meg is nézem. Cultivated Princess-t egy sima drónnal, hogy minél több drón tudjunk termelni. Jó, az inaktívja ugyebár a Modest. Az nem tudom, hogy hogyan lehetséges. Az a sivatagi méh. Egy extrém. Jó. Nézzük a másik princeszt is, itt pedig a common. Szerintem ezt fogom keresztezni, amelyiknek a inaktívja common. Hogy esetleg hát alkotunk vele valamit. Addig nem is rakom be ezt a másik cultivated princeszt, amíg nincsen még egy drónom hozzá. Jó, addig ezekkel újra próbálkozok. Egészen addig, amíg nem sikerül. De ugye már nincs princeszem, nincsen, ezt kiveszem. Oké. Ezt újra visszarakom egyel. Jó. Várjunk csak. Megnézem ezt a common drone-t, hát ha van benne valami. Se baj.
Jól állunk, így igazság szerint ahhoz képest. Ja, ez az üres. Na. Most pedig egyébként a célomat elértem ebben ezzel az epizóddal, csak a Cultivated-ig akartam eljutni. Igazság szerint ezzel nagyjából a lényegét bemutattam, az egész mészkedés és kereszteződésnek a szenvedését végigmutattam, és most inkább olyan dolgot mutatok, amivel ezt a szenvedést, ezt a gyötrelmet, ezt meggyorsíthatjátok mindenféle gépekkel, és azt majd Kentre fog nekem segíteni, hogy ezt be tudjuk mutatni. Jó? Akkor majd találkozunk. Na, sziasztok! Itt vagyunk Kentrénél. Sziasztok! Csak nála... Ja, köszönjük be nyugodtan. Sziasztok! Kentrével már találkozhattok a lolos streamjeinkben, és majd elvileg majd fog majd Minecraftot is. Sziasztok! Egyébként van neki is eredetie. Megköszönöm ezt még egy harmadjára is. Sziasztok! És nála be fogjuk mutatni, hogy lehet keresztezni 100% eséllyel. Annyi a lényeg, hogy kell lenni fog egy ilyen mutagen producer. Ennek kell áram egyébként? Kell, igen. És ennek is RF kell. Így van. Jó. Nagyon fontos, az előző epizódban én nem vettem észre, hogy emiatt nem kapta a Quarima az energiát, de állítólag képzeld el, hogy csak a vezeték tudja konvertálni az RF-et emjére. Tehát a gépek nem tudják. Ez a netizé kábel a... Hát most nem látjuk, mert most eltakarják a gépek. Ja, itt van. Reston Energy Conduit. Ja, igen. És nem konvertál amúgy. De RF-et emjére, csak olyan... visszafele nem. Ját, van olyan gépnek, amivel nem ment. Ját, például izé... De szerintem az is megy talán vezetékkel, nem? Nem lehet, hogy ti is ott is azt rontottátok el, hogy nem izét használtatok? Nem, már nincs lent az a gép. Nem tudom melyik. Ja, de izé nem ment. Hát az nem. Hát az elektrikár, hát engine-ből jött, és hát azzal nem ment. Hát azért kellett ezt a régi kinesis pipe-okat használni. Ja. Hát az elektrikár engine-ből valamiért nem alakított át. De lehet, hogy tényleg ott is nem a vezetékkel volt a gond esetleg. Lehet, hogy az Electric Arcnet Engine-nel volt a gond. Hát na, amúgy bugos az Electric Arcnet Engine. Mindegy, ő ebben a verzióban, a TechWorld 2-ben persze csak. Ja, igen. Na. Szóval kell ez a Mutagen Producer, és kell ez a Mutatron. Mutagen Producer az termel egy ilyen folyadékot, ami kelleni fog hozzá. Igen. Berakod azt a hozzávalót? Rakd be te, hát odaadom. Ja, odaadod? Oké. Így néz ki. Uránium blokk. Igen, igen. Ja, hogy ebből is lehet csinálni. Ebből is lehet. Hát és ez hát megtölti majd félig. És akkor ezt csinál nekünk Mutant, azt hiszem. Igen. Hát és egyébként ez egy csomó más dolgot is lehet felhasználni, például Glowstone-t, Reston-t. Főleg uránium adja legtöbbet egyébként. Nem. Nem. Hát az uránium csak a második legtöbb, az csak felett ad. Tehát az uránium blokk adja a legtöbbet, gondolom, akkor nem. Úgy értetted. Nem, ja, nem, hát az a második. Nem. De erről az uránium blokkra gondoltam. Igen, hát az adja a második legtöbbet. Hát az első legtöbbet aztán... Ó, látom! A sima uránium. Hogy lehet az? A sima uránium az ad 95-öt, az uránium blokk meg ad 4,5-öt. Azért, mert az nem sima hát uránium, hanem az, hát ami kell. Hát kicsikét megváltozott. Ja, yellowriumból, meg mindenből is tudsz csinálni. De azt hiszem a glowstone blokk adja a legtöbbet, talán. Ja, igen. A mostani verziókban? Aha. Ja, hogy ezt már nerfelték azóta. Jó, hát aki TechWorld-el játszik, az tudja az urániummal tudja a legtöbbet termelni. Második és legtöbbet. A második legtöbbet, elnézést, a második legtöbbet. És ez a mutagén fog kelleni nekünk az instant keresztezéshez, és akkor kelleni fog ehhez egy ilyen kis eszköz, az nálad van? Igen. Kiveszem. Jelzem, mert rendszerben van benne? Igen, igen. És ennek mi a neve? Na. Nézzük meg, hogy csinálunk egy ilyet. Úgy csinálunk, hogy egy gyémánt és 4 darab glasspén, és 16-ot kapunk, szóval nem is keveset, de elvileg egy keresztezés ez elég egy, ugye? Igen, igen. Berakunk egyelőre egyet. Hát berakom mindent, mert későbbi egyben is még jól jöhet. És akkor csak ide berakjuk, ami nekünk kell. Most például csinálnak nekünk egy command, tehát egy gyorsabban
bemutatom az egész folyamatot, amit én két részben mutattam be, ezt most bemutatom, másfél részben, bocsánat, ezt most bemutatom, most kb. Pár másodperc alatt, reméljük. És akkor itt felhasználja a mutagent, meg felhasznál egy genetics ilyen labvért, amit az előbb mutatom, hogy hogy lehet készíteni, felhasználja kevés áramot, és már kész is a common queenünk. Tehát ennyivel gyorsabb egy keresztezés, hát láthattátok, hogy nálam mennyi időbe telt. És visszarakom a common queen-t, jönem ezt a common queen-t, először le kell rakni a izébe, igazad van. Kentre ilyen izéket használ, ilyen ipari kaptárakat, vagy apiarikat. Ezek elég erősen modifikálódhatóak. Tehát például rakott bele ilyen light upgrade-et, hogy úgy érezze, hogy nappal van, magát a biomot is emulálja benne, tehát így nem kell kivinni a folyóhoz, mint ahogy nálam van. Azt is megcsinálta, hogy úgy érezze a méh, mint hogyha nyílt égboltot kap. Ez az Open Sky upgrade. Ez a lifespan, ez pedig az, hogy gyorsabban végez? Igen, igen. Igen. Tehát gyorsabban végezni fog a méh, tehát gyorsabban meg fog halni, de azért, hogy minél hamarabb, minél több mészhez jussunk. De nem. Nekünk most csak arra kell, hogy végezzen a common queen, és megkapjuk a princeszt és a drónt. Ilyenkor sokkal kevesebb mézet termel. Tényleg? Aha, hát ez csak a keresztezéshez jó, tehát igazából ez a gyorsított eljárás. Ja, ez külön a keresztezéshez csináltad ezt a... Igen, igen. Ez csak erre látom, jó. Itt már vannak lapisz... Aha. A lapisz kikeresztezte Kentre. Előző videóban kettővel... Tehát az előző, előtti videóban már meséltem, hogy neki a lapisz kell. Akkor meg is csinálta. Jó, elég gyorsan csinálja egyébként. Ja, ja. Szerintem nincs értelme leállítani addig a felvételt. Persze virágok ettől függetlenül ugyanúgy kellenek. Egyébként. Azt szerintem nem lehet emulálni, ugye? Azt nem. Tehát ez is akkor egyszerű módja. Ezeknek is áram kell egyébként. Minden ilyen upgrade növeli az áram fogyasztását ennek a industrial apiarinak. Nézzük meg, hogy hogy lehet ilyet csinálni. Ja, és van egy ilyen automatizációs upgrade, ami arra jó, hogy egyből visszarakja a princeszt. Igen, tehát nem kell csöveket, ilyen baromságokat kraftolni, meg körbeépítgetni. Egy blokkban minden megoldódik. Te már ismertek én. Végzett is. Megvan a common princessünk, common drónunk, és lemenném fogadni, hogy full tiszták egyébként. Azok. Tehát egyből tisztát kapunk, tehát nem kell szenvedni azzal, hogy újra meg újra bedobáljátok, hogy tiszták legyenek, ahogy nálam is láthattátok. Jó, és akkor most a commonnal összerakom, vagy a foresttel összerakom, és akkor elvileg meg fogjuk kapni a... mit is akarom keresztezni? És felejtettem már Cultivated. Mindig elfelejtem a nevét, mindig a diligent van a fejemben. Cultivated. És akkor megkapjuk a Cultivated Queen-t. És egyből tisztába megkapjátok. És újra visszarakjuk, és akkor megkapjuk a drónokkal együtt. Jó. Tehát ennyivel gyorsabb egyébként az ipari mély keresztezés. Itt Kentre itt már sokkal előrébb jár nálam ebből a szempontból. Tehát, hogyha nincs kedvetek egyébként úgy szórakozgatni, mint ahogy én, azzal a S-Krioritával, vagy mivel, meg a sima apiarikkal, hát akkor építetek ilyen industrial apiarikat, adtok neki áramot, mutatrom, mutagen, producer, és már is csapathatjátok ezerrel a keresztezést. Hát igen, sok gyémántba belekerül, meg ahogy látom, copper. Bronz, sok a bronz. Bronz, sok bronz, aha. Meg nyilvánvalóan sok áram is kell hozzá, de rengeteg időt is spóroltok. Ez főleg akkor jó, amikor már végjáték felé tartotok, és már sok az áramotok, meg mindenetek. Hát és a tulajdonságokkal is lehet manipulálni, hát arra is van gép. Azt majd esetleg a következő részben bemutatjuk, mert azt akarom majd megépíteni most, hát legközelebb. Aha. Az a extra bees egyébként. Egyébként ez a mod, ami ezt a ipari apirit adja, ez a Gendustry. Tehát ez nem az extra bees adja hozzá, ez a Gendustry mod adja hozzá. Jó van. Igen, de a Gendustry-nak van ilyen... Annak igen, van? Nem igen, a igen. Extra Beast-nek? Nem. Mert a Extra Beast-nél kézzel lehet olyat, hogy ledarálod a drónokat, viccen kívül, igen. Kapsz ilyen folyékony DNA-t, ja, akkor ilyen DNS-t, lehet, hogy az. Aha.
És akkor azzal tudod manipulálni a tulajdonságokat. Ja, szerintem akkor arra az. gondolsz. Igen. Jó van. Na akkor majd, amint tudunk még mutatni valamit, akkor még jelentkezünk. Na, újra itt vagyunk. Itt van velem Kentre és Szeki. Csöcsö. Sziasztok. És ez Szekinek a mészkedős kis telephelye. Eléggé OP-n néz ki. Ez a Netherben szedte ki, bár az óriás mélykaptárat, amit mutattam az egyik videóba. És abból építette fel, meg ilyen narancsárga. Narancsárga? Narancsárga. Véget rakott ide, felülre. Nos, ő itt a legprőbb, egyenlőre kezdettünk, és ő már egy pár ilyen méhet összekeresztezett, és ő nem csak a sima keresztezésekkel foglalkozott, hanem a tulajdonságok keresztezésével is. Megmutatod a méhedet, amit használsz a többinek a keresztezéséhez? Milyen hát drón ez? Nem teljesen tökéletes, de tehát elég sok tulajdonsága jó már, Majestic Drone. Nekem amikor át végig is azt már kikereszteztem benne. Tehát a legfontosabb dolog, ami miatt a Majestic-et választotta, hogy 4 drón tud termelni, ugye? Igen. És ez azért jó, mert hogyha a tulajdonságot keresztezel, akkor ugyebár elég nagy skálában van ez a véletlenszerűség, hogy láttattátok nálam is, és így tud válogatni a 4 közül bőven, hogy melyiket viszi tovább. Ugye? Igen. Ez végül is a lényeg. Hát végül is igen. Ez a legfontosabb szerintem, hogyha ilyen keresztezésről van szó. Utána jöhet a többi. Igen. És akkor végül is ezek a fontosabb tulajdonságok, ugyebár a klíma, a nedvesség, az, hogy normál legyen, mert az könnyebb találni ilyen helyeket. Igen. Hát akkor azokat nem is piszkáltam igazából, mert azt is lehetne, hogy sokkal többet bírjanak, de tehát tényleg a legtöbb bajom az ilyen normális. Nekem az jó is. Meg hát pont ott vagyunk most, szóval. Igen, neked itt a hegy, jó. Ez pont ilyen. Jó. Ez a 4 fő tulajdonság, ez a fontosabb, ez a diurnál, ez mit jelent egyébként? Az, hogy nappal dolgozik. Igen. Hát az a nocturnál. Az a nocturnál? Hát az este. Az este. Este, igen. Na szóval dolgozik nappal és este, itt ezt úgy keresztesztesz ki. A flyer az mit jelent? A flyer az fogalm sincs, hogy mi lehet. Az lehet, hogy annyit akar jelenteni, hogy esetleg a levegőben lebegve is tudna termeszteni? Erre tudnék csak tippelni. Nem tudom. Vagy az, hogy nem tudom. Átkeztős ilyet esetleg, hogy tud-e keresztezni, vagy sem, nem tudom, flyer. Ja, szerintem lehet, hogy az lehet ez, most viccen kívül, nem lehet az, hogyha ő magasabb helyre rakod, tehát a földtől, tehát hogy alatta van egy csomó üres blokk, tudod, akkor is termeli ezeket a tehát a mézeket. Nem tudom, hogy ez mennyire számít. Ezt gondolom olyan esetben élet szóba, tényleg, amit mondta, hogy falkeresztezéskor, amikor a lomb annyira magasan van, hogy fentebb kell vinned. Szerintem. Ez csak tippelek. Na mindegy, a lényeg az, hogy van egy ilyen is, nem tudjuk, hogy mire jó, majd utána nézzünk. Hát a flyer az hát arra jó, hogy esőbe is bírjanak dolgozni. Aha! Jó, most nézted meg jogos. Gyorsan. Aha. Na, a kév az pedig, hogy a barlangba, tehát az, hogy zárt téren. Tehát, igen. Hogy ne kelljen neki a... Az, tehát amit láthatok Kentrénél, raktunk egy ilyen upgrade-et, hogy a fent a nyílt eget lássa. Tehát, hogy azt emuláltuk nekik. Tehát ez Szekinek már nem kell, mert ő eleve úgy keresztezte ki. Tehát Szekinek nem kellenek ehhez a méhez semmilyen létező upgrade. Hoppá! Juhaj! Neki semmilyen upgrade nem kell a apiariába. Ugye? Igen. Ha úgy vesszük. Tehát ez a lényege végül is ennek. Ez a partához legalábbis még, a többit még nem kereszteztem teljesen. Igen. De. És akkor ő kikeresztezik mindig egy ilyen Majestic drónt ilyenre, tehát hogy ezeket a tulajdonságokat át tudja adni, és mindig ezzel keresztezi össze a végső méheit, amiket már használni akar. Ugye? Ez a lényeg végül igen. is. Igen. És akkor is annyi a lényeg, hogy mindig, amikor kereszteztek, akkor nézzétek, hogy melyiknél van ilyen, hogy yes, tehát melyik tud például a barlangban dolgozni, azt hiszem a Rocky B, az például tud, és akkor... Igen, a Rocky B annak minden egy tulajdonsága, yes. Szóval tényleg? Tehát jó. Akkor kapásból aha. Azzal kell kezdeni. Na. Hát igen, csak azzal meg az a baj, hogy ugye ő csak egy drón termel, és ez elég veszélyes, hogyha a princesz átalakul olyanne. Igen. Igen, hát... Nehéz visszahozni.
Igen, de végül is, hogyha belegondolsz, azért jó a Rocky-val kezdeni, mégiscsak, mert abból csak Krisztina létezik. Ugye? Jó, hát akkor meg is kaptuk a fő tippeket, srácok. És akkor azért, hogy ezekre a tulajdonságokra kell figyelni, hogy ott jesszek legyenek. Visszaadom. Na, igazság szerint csak ennyiért akartunk átjönni, Szeki. Köszönjük az információt, jó. És szerintem ennyi is lett volna az epizód, úgyhogy sziasztok. Köszi, sziasztok! Sziasztok!